Sziasztok, 150. adással jelentkezik a Movie Geeks. Én Benny vagyok, ezúttal pedig itt van velem Vivi és Boki. Sziasztok, hello! Hello! Hello. Ugye mini jubileum, 150. adás, úgyhogy arra gondoltam, megkérdezlek titeket, hogy mégis melyik volt ebből a 150-ből a kedvencetek? A 47. Én is pont azt akartam mondani. Mondj mást, fogalmam. És miért az? Meg melyik filmekről beszélgettünk abban? Köcsög. Pedig eszembe jutott. Volt egyszer, amikor mondtál valamit, amin jókat kacadáztam, de pedig pont egyszer múlt héten jutott eszembe. Most komolyan ne szóhassunk már engem, de tényleg. Egyébként a 47. adásban a Pokémon Pikachu a detektívről beszélgettünk, a Brightburnről és a lángoló fiúról, úgyhogy erről a kettőről. A Brightburnnél voltak vicces beszólások, az jó volt, az olyokat rögtünk. Nem szólhatsz meg. Én nem tudok. Én sose tudok kiemelni dolgokat, így meg aztán főleg nem, hogy ugye... Szerepelsz is benne. Hát úgyse, de hogy így ilyen hirtelen kéne megválaszolnom, így biztos nem jut eszembe semmi olyan. Nekem azok a kedvenceim, amikor általában Boki kiakad valami miatt, és ott így teljesen elveszti az önkontrollt, és jönnek igen, mert ez többször van, mint amikor te akadsz ki, így igaz. Olyan is van, amikor én kiakadok, de hát most gondolj igen, bele... Igen, egyszer vagy kétszer volt. Gondolj bele a ragadozós adásra, ahol nem is tudom, ilyen 40 perc Grinch jött belőled. Kölcsönlakás. A lagadozóra nem emlékszem. Hallgass vissza, eszméletlen kiakadtál. Meg a kedvenc színészed, amiben játszik, abban is általában kiakadsz, amikor cukrozza a szart, úgyhogy azokon mindig jókat mulatok. Ja. Jó, hát rövid megemlékezés volt, köszi szépen, srácok. Nem mondtad, hogy nézzük meg. Mert visszanéztem gondolkodjunk volna mind a 150 adást. Igen, én visszanéztem volna a 150 adást, kösz szépen. És akkor tudtam volna, hogy a 47. Jó, hát ez is az én hibám, na mindegy. Beszéljünk akkor egy olyan filmről, amit általában ti nagyon szerettek. Végre nagyon nem. Vivi. Ez a Halálos iramban, amihez csatlakozott egy új színés, és Vivi ezzel sokkolt minket már adás előtt. Köszi szépen. Igen. Hát hála Vin Diesel Instagramjának. Te követed őt Instagramon? Egyébként még lehet. Régen szerettem. És ő grú, tehát nyilván követem. Nem. Egyébként nem tudom, miért követem. Hasonló értelmi szinten vannak egyébként szerintem. Na, most miért kell Grootnak beszólnod? Te miért ragadsz meg minden alkalmat, hogy a Marvel Groot? Én Grootot cuki. Szeretem, Groot cuki. Igen, igen. Vin Diesel... Most szellemi fogyatékos a Slegootot. Tehát tényleg igen. Mert te Vin Dieselt szellemi fogyatékosnak tartod? Ja nem. Ja nem. Na, szóval ez a lényeg, hogy kirakott egy közös képet a másik nagy kedvencünkkel, Brie Larsonnal. Jó, de jó. És hogy azt gondolhatnák, hogy igen, hogy egy Marvel, hogy jé, ő Captain Marvel, de hogy ezt nem sejtik, hogy éppen ezzel a képpel akarja bemutatni a Halálos 10-hez, nem tudom, hogy ennek már van-e alcíme, vagy csak F10 lesz ez is. Szóval, hogy nagyon, nagyon oda van érte, hogy a szépségével és az intelligenciájával emelni fogja. A szépséget adom. ennek a családnak a fényét, úgyhogy üdvözölte végül is a családba. Ja. Tehát, hogy veszik minden, DC, Marvel, tehát hogy Momoa, Larson, Dwayne The Rock Johnson-nak pótlására. 6,5 óra lesz ennek a filmnek a játszási ideje, mert most látom. Szerintetek Sina visszatér jó fiúként? Mi csoda vele 6,5 óra? Hát, hogy mindenkinek legyen legalább egy mondata. Ja, mondom, most őszintén, akármit mondasz az eddigiek, meg az eddigi nyilatkozatok, meg az eddigi Halálos iramban filmek, mindent elhiszek. Tehát, hogy most komolyan, ez ebben nem normális. Tehát, amiket írtam... Bocsánat, mit mondtál? Mit mondtál? Én amikor persze erre utalok, akkor nem, én te Grootot bántottad, én mindig, hát az szabad. Na, azért tegyük tisztába a dolgot. Nem, de tényleg, hát amit üzent Dwayne Johnsonnak is, ez az ember nem normális. Tehát, hogy nem, őnek nála el. Meg a repülőkocsiktól kell, mit tudom, hogy úristen, ez akkora böszmeség. De most elméletek ez lesz a vége. Ja. Valahogy... Ez a negyedik akkor, ami az elméletben. Ja, de nem 12 részt vizélnek, és azt mondták, hogy nem most... Nem csak 10-et. Én 12-re emlékszem, és ezt a következő három részt egybe forgatják, mint hogyha valami ilyesmit olvastam volna. Nem tudom. Csak nem, azt mondja. Hát figyelj, amíg hozza ezeket a milliárdokat, addig igazából szerintem mond lesz harják, hogy az emberek mennyire kivannak már tőle. De
mindegy. Jó, beszéljünk még valakiről, Ezra Millerről, akinek meg úgy tűnik, hogy véget ért a Marvel-es pályafutása, mert Marvel-es, bocsánat. Bármilyen pályafutása, hiszen sokadik balhéja most már, most épp Hawaii-on kezdett nagyon komoly balhéba, és hát ezek után azok a hírek jöttek ki, hogy a Warner megszakít vele minden kapcsolatot, és a következő filmjében nem fogja őt beválogatni. Mit szóltok hozzá? Tehát, hogy ő mindig egy kretén volt, ezt lehetett látni bármilyen díjátadon, hogyha őt láttátok, de ez de jó most... fejkretén! Bírtam. Hát... Én bírtam a hülyeségeit. Nem tudom, ha én lennék az a rajongó, akit így nek a nyakát megszorongatta volna Izlandon, én annyira nem bírnám a hülyeségeit. Jó, de nem te voltál, úgyhogy... Nem tudom a te fétéseidet. Nem téged szorongott. Ez jó volt, Vivi, ez jó volt. Aztán ekkora kamut Ezra Miller szorongatott volna, ott lelkendeztél volna. Én? Hát nem. Erősebben, de... erősebben. De egyébként ez kb. Ugyanaz, mint hogyha a fekete özvegy rajtam használta volna a V4-es Kill movie-át, tehát hogy na. Ismét csak nem, de mindegy. Egyébként így én már azon meglepődtem, hogy az izlandos balhé után nem kapálták el, hogy azóta ugye még azért tényleg láthat lesként, meg ugye most jön ki a legendás állatot. Ami egyébként gondolom ott is örül a stúdió, hogy időzítette ezt a balhét, tehát hogy nem legendás állatoknál nem tök mindegy most már. Bárkit lecserélhet most már. Hogy nem veri eléggé a sors azt a franchise-t, most még a bemutató előtt jött ez a balhé is, és hát igen, ez amikor így be kell látnod, hogy a hollywoodi idolok is csak ugyanolyan barom emberek, mint bárki más, vagy még nagyobbak. Tehát, hogy nem, nyilván, tehát, hogy most egyébként nem tudom, hogy ettől el kell lekapálni az egész karrierjét, úgy értem, de hogy ez biztos, hogy valamit változnia kell, vagy elkezdenie magával, csak azért is, hogy mind ember tudjon funkcionálni. Tehát ez azért nem normális, hogy egy egész szigetet tart most már hetek óta rettegésbe, vagy... Jó, azért. De ugye ő neki a karrierje véget ér, akkor ez egyébként saját magának a hülyessége, meg a saját magának köszönheti. És a másik dolog, hogy nem azért fogják őt úgymond negligálni, meg elfelejteni, mert hogy valami rossz dolgot csinált, hanem azért, mert egyébként azt mondják a stúdiók, hogy én nem akarok vele dolgozni, mert nem lehet vele dolgozni. Tehát, hogy most is ugye jöttek ki, hogy a Flash-sel kapcsolatban mennyi probléma volt vele, meg hogy mennyire idegesítette a kollégáit. De most ki akar ilyeskivel együtt dolgozni? Tehát, hogy te együtt dolgoznál ilyen emberrel a civil életbe? Tehát szerintem nem. Úgyhogy ezt én ebből jó, a szempontból másnak tartom. Én most arra utaltam, hogy én azt gondolom, hogy nem ölt meg senkit, nem csinált semmiért, tehát hogy még változhat, de kurva sokat kell azért melóznia és akarnia. Meglátjuk, hogy benne van-e ez, hogy egyáltalán akar-e vagy tud-e. Na még egy dologról beszéljünk. Mit szóltok ahhoz, hogy Jim Carrey bejelentette, hogy gondolkodik rajta elég erőteljesen, hogy visszavonuljon a vadonatúj Sonic film után? Nekem ez elég vegyes volt az időzítés miatt, hogy annyira közel volt a Bruce Willishez. Kicsit olyan volt, hogy ja, amúgy én is gondolkodok ezen, szóval, hogy így lehet, hogy másképp fogadtam volna, ha nem most mondja. Kit sajnálnál jobban? Tehát, hogy Bruce jobban sajnáltad, vagy most azért... Jó, az nem ugyanaz, hát Bruce Willis betegség miatt vissza. Jó, persze, de most nem arról kell most izélni, hogy hát betegség vagy minden, de hát hogyha véget ér mind a kettőknek a karrierje, akkor azért mind a ketten olyanok voltak, hogy régebben jobb filmeket csináltak, de azért még mindig lehetett kedvelni őket. De Jim Carrey ezt úgy jelent, azért ő is jelent be mostanában olyan dolgokat, hogy a hajamat fogom, tehát, hogy így visszatérne, mit tenni. Észventúrának, hogyha Christopher Nolan rendezi, szóval ilyenek. Na, azért én ezt nem tudom, hogy egy lapon említeni. Most ugye ez az ő döntése. Nekem jobb, hogyha nem csinál több filmet, mint ha baromságokat csinál ő is. Ezzel szóval... értek, ezzel egy. Ez szerintem benne azért még lenne, tehát ő az egy jó színész, és lett volna lenne, benne még szerintem. Azért ő ezt úgy jelentette be, hogy gondolkodok a visszavonuláson, kivétel, ha valami jó forgatókönyvet kapok. Na szóval igen, azért ezt így akkor ne emlegessük feltétlen visszavonulásra, szerintem. Én nekem az egészből az időzítés nem tetszett. De hát persze most van egy filmje premierje, most hallgatják meg az emberek, de hogy így, nem tudom, nekem nagyon fura volt. És bár imádom Jim Carreyt, azért neki is vannak az utóbbi években azért érdekes dolgai.
nem tudom, én ezt többet tudtok tényleg hozzászólni. És hogyha egyébként már Jim Carrey-ről beszéltünk, akkor beszéljünk a Netflix vadonatúj filméről, a Metal Lords-ról, amit Vivi látott amit egyedül. Amit egyébként se nézett. Na most várjál, mi volt ez az átkötés? Kapjátok be. Mi köze a Metal Lords-nak Jim Carreyhez? Azt még nem találtam ki. Érted, nem lett volna logikusabb a Sonic-ra át. Igen, de a Sonic az moziba van. A Sonic az moziba van, úgyhogy bocs. Miért nem néztétek meg ezt a Metal Lords-ot? Nekem nem volt idő, mint dolgoztam. Én gondolkodtam rajta, hogy megnézem, de nem tudtam, dolgoztam. Hogy benne lesz az adásba. Kész. Engem érdekelt, úgyhogy Vili győz. Vili? A Vili. Tiéd a szó. Manapság már lehetek, Vivi. Engem érdekel, úgyhogy Vivi győzzél meg, hogy megnézzem. Ja, biztos ki fogom vágni, Boki. Ne Boki miatt vág ki. Jaj, de cuki vagy, hogy a Beni jó indulatába építesz. Jaj, de nagyon cuki ez a Vivi. Én a naív szót köszi. Mondanám, de... Ugyanaz, csak a cuki kevésbé sértőbb. Csak a vonal, nem értelek titeket. El is tűnök. Na nem, egyébként én nagyon sajnálom, hogy ti nem néztétek meg ezt a Metal Lords-ot. Én kifejezetten vártam ezt a filmet, már csak azért is, mert hogy metal, úgyhogy örülök mindig, hogyha van valami ehhez hasonló film, vagy ezzel foglalkozó film. Igazából ez két ilyen különc kis srác története, Hunter és Kevin, akik metal bandát akarnak alapítani, meg alapítanak is. Nyilván áhítoznak ugye az ismertségre, a sikerre, a kitörésre, és ezért, mivel volt egy ilyen kisebb kis iskolai csetepatéjuk, ezért jelentkeznek a bandák csatájára. Sajnálatos módon ugye az egész iskolát jobban is érdekli körülbelül Justin Bieber, mint a Black Sabbath, és ezért a srácok nem igazán találnak maguk mellé basszusgitárost, ami azért elég nagy probléma. Aztán Kevin felfigyel a csellista lányra, Emily-re, aki ez egy írtó jó kis karakter, nagyon kis aranyos. Őt nagyon szeretné ugye beszervezni a bandába, Hunter nem szeretné. Szóval így Emily megjelenésével akkor kapunk egy romantikus szálat is, meg persze így a barátság is próbára tevődik, és persze a film végére azért mindig lesz megoldás, szóval azt mondom, ez egy ilyen abszolút feel-good movie, igazán szerethetőnek találtam, és hogyha valaki úgy nő fel, hogy így kívülállónak érzi magát, meg hogy a zenei ízlése miatt a környezete abszolút nem érti meg, na az pontosan tud szerintem azonosulni ezzel a filmmel, és lehet, hogy én nekem ezért is lett ez a film egy ilyen kicsit ilyen szerelem, hogy úgy mondjam, mert hogy én a mai napig úgy vagyok, hogy a baráti társaságom nem igazán azokat a zenéket hallgatja, amiket én. Mi az? Te azokat a zenéket hallgatod, amiket én? Nem is Justin Bieber-t. Hát az nem, de... Jó, például, jó, oké, tudom, szélsőségfaluban nőttem fel, úgyhogy ha hazamegyek, ott még mindig él a mulatós, és így képzeljetek el minden egyes baráti összejövetet, mikor én nekem így konkrétan már így vérzik a fülem körülbelül. Tök el tudlak képzelni, mint aki mulatósra bulizik. A mulatósnál szerintem mindenkinek vérzik a füledet. Nem, egyébként sajnos nem, de hogy így tényleg az én ezeket a nagyon populáris dolgokat nem mindegyiket élem, de ez nem feltétlen baj, szóval én pont azt szeretem a zenébe, hogy ugye mindenki megtalál. Amit ő szeret, és mindenkinek mást jelent a zene, és ebből ez a film szerintem ez tök jól bemutatja, hogy a zene az lehet egyfelől egy ilyen menekülési útvonal is, ahova így elbújhatsz kicsit a mindennapi bajok elől, és hogy tényleg bárki tud az ízlésének megfelelőt találni, köztük ugye akár a metált is, amire ez a film épül, és az egyik főszereplőnek, Hunternek azért tényleg vannak olyan monológiai, amik szerintem baromi jók lettek, ahol így nagyon jól össze tudja foglalni, hogy mit is jelent számára, vagy számunkra a zene, meg hogy a metal mit jelent, és hogy mennyivel nagyobb jelentősége lehet, mint amit nagyon sokan gondolnak erről a típusú zenéről, hogy én tényleg találkozok olyanokkal, akik erre azt gondolják, hogy valami elmerodjon, csak üvöltözik a mikrofonba, és azért ennél nem ismerek olyat, aki ilyet mondod volna. Én csak egyet ismerek. Igen. Igen. Emellett persze nem mondom, hogy ez a film
kliséktől mentes, mert hát nyilván ez is tudjátok, ahogy így ezt a pár szót elmondtam, hogy teli van klisékkel, de és nem egy világ megváltó film, de abszolút szerethető, és szerintem baromi szórakoztató. Én néhány helyen olyan jókat kacaráztam, hogy nálam abszolút egy ilyen újranézős film, és még egy ilyen kikacsintás annak, aki így ezt a típusú zenét szereti, hogy olyan cameók vannak a filmben, tehát, hogy van itt Anthrax, Metallica, Rage Against the Machine, Judas Priest tagok, akik megjelennek, az szerintem baromi jó volt látni, és akkor ugyanitt ki lehet térni ugye a filmnek a soundtrackjére, tehát ott is ugyanezek a zenék csendülnek fel, rengeteg Metallica, Judas Priest, úgyhogy szerintem az is egy nagy piros pont, én azt imádtam. A zenei producere a filmnek egyébként a Rage Against the Machine-nek a gitárosa Tom Morello volt, úgyhogy szerintem tényleg borítékolható, hogy nem lesz itt gond a zenével. Én a szereplőket is tényleg bírtam, úgyhogy én csak ajánlani tudom, és tényleg sajnálom, hogy nem néztétek meg. Pótlunk mindenképpen. Na, Boki, meggyőztelek? Igen. És én tudom, hogy a metal nem csak az, hogy valami hülye üvölt a mikrofonba. Ugye tudjuk, Benny? Ja, nem értem ki az, aki ilyesmiket mond. Benny! De akkor folytassuk Jim Carrey aktuális filmével, amit Bokival ketten néztünk a moziban. Ez a Sonic 2. Sokkal jobb az átketés, igazad van, tényleg. Sokkal jobb lett, hallod? Sokkal jobb. Ja, köszönöm. Felemeltem a szarkazmus táblát, csak nem látod. Nos, tehát akkor beszéljünk a Sonic második részről. Ugye az első részről, amikor beszéltünk, szerintem mindenkinek tetszett, és mindenkinek egy ilyen pozitív meglepetés volt. Hogy tetszett a második rész? Ugye a történet szerint visszatér Robotnyik, elkezdenek megkeresni egy bazinagy zöld drágakövet, amiben egy ilyen végtelen energia van, jön az űrsündisznó harcos Knuckles, a két farkú kutyapárt is tiszteletét teszi a filmben, úgyhogy tényleg sokkal nagyobb, sokkal több karaktert mozgat, mint az előző rész. Az viszont én nem feltétlenül mondanám, hogy sokkal jobb. Hát az tény, hogy nem lett jobb, bár engem már azzal, hogy Dr. Robotnik visszatért. Dr. Eggman visszatért, engem már azzal megvettél. Vannak azért hibái. Én megmondom, hogy szerintem jól szórakoztam, hát ott voltál mellettem, azért hallhattad, hogy fel-fel kacaráztam. Ami szerintem az egyik legnagyobb pozitívuma Jim Carrey mellett, hogy de én elfogult vagyok vele kapcsolatban, hogy iszonyatosan jól visszahozza egyik-másik pillanatban a játékélményt, és ugye te is mondod, hogy mennyire játék már, amikor felkiáltottál a moziba. Hallatok? Igen, igen. Ja, jó, oké. Ez olyan, mint a, nem is tudom, a Doom játékban, ami, a Doom filmben, amikor volt az a pici jelenet, amiben igen, úgy igen, ment, mint a... Igen, igen, amikor first personba ment és lőtt. És most itt a Sonicba is, amikor mondjuk bemennek ebbe a, nem is tudom... Labirintusba, akkor ez tényleg egy az egybe olyan, mint hogyha valamelyik Sonic játékból... Hát meg amikor ugye előkerült a Dr. Eggman eredeti figurája, vagy az Eggman robot, egy csomószor volt ilyen, úgyhogy én mondom, én iszonyatosan élveztem ezeket a részeket. Az teljesen világos egyébként, hogy akik ezt a filmet csinálták, azok tisztában vannak ezekkel az utalásokkal, és ők tudják nagyon jól, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek a Sonic rajongók picit megőrüljenek, meg valahogy érződik az, hogy rajongók csinálták ezt a filmet, és képbe vannak ezzel kapcsolatban, ami szerintem egy tök jó dolog. Ezen felül szerintem mind történetmesélésben, mind forgatókönyvben vannak problémák ezekkel a filmekkel, és most egy kicsikét belemennék abba, hogy mi volt nekem a nagy problémám ezzel a filmmel. Szerintem azért működött az első rész, és akkor most kicsit beszéljünk az első Sonicról, mert a Tom Wachowskit alakító James Marsden szerintem tök jó karakter volt, és ő egy nagyon jó színész volt, aki Sonickal kettesben egy ilyen teljesen jó páros tudott alkotni. Mondhatjuk, hogy egy ilyen body movie-t rittyentettek. Jim Carrey pedig tök jól kialakított, tök jól kiegészítette őket Robotnyik. És valahogy ebbe a filmbe James Marsden inkább egy ilyen sokadik mellékszereplő, aki szinte alig kapott játékidőt, és Sonicot inkább Knuckles-szel, akinek egyébként a hangját Idris Elba adja, illetve Tails-szel, akit Colin O'Shaughnessy keltett életre a filmben, rakták össze.
és nekem ez a hármas valahogy nem működött annyira, nem volt annyira vicces, nem volt annyira jópofa, mint az első részben James Marsdennel Sonicnak a párosa. Nekem pont, hogy jól működött, tehát nekem ez tetszett. Tom Wachowskit kicsit sajnálom, de megmondom őszintén, amikor most jelenetben volt, annyira nem Wachowski. Jött be. Vagy Wachowski. Amikor jelenetben volt, akkor annyira nem jött be, mert picit, szerintem pont az, hogy néha-néha túltolták. Már nem játékidőbe, hanem így a szereplésbe. Viszont az a sok mellékszereplő, az a viszont engem annyira irritált, ha már mellékszereplőről beszélünk, tehát itt a Rendel meg a, hogy hívják a csajnak a nővérét, vagy hugát, vagy mit tudom én kit? Az idegesítő fekete sztereotípiára gondolsz? Így igaz, igen, furcsa neve van. Én csak igen. Így hívom. Most tényleg, hogy, és érdekes, hogy erre nem hisztizik senki, de hát nyilván, hát miért tenné, hát, na mindegy. Az egyszerűen idegesített, hogy jó, akkor most itt van ez a jelenet, hogy volt mondjuk akkor egy nagyon jó Sonicert, jó, akkor rakjunk be egy idegesítő picsogást. Hú, most igen. Megint volt egy jelenet, jó, akkor jöjjön megint valami ordinárébb öszme, aki viccesnek próbál mutatkozni, de nem az, csak idegesítő. És könyörgöm, valaki mondja már, én tudom, hogy ez egy mese, és nyilván így kezelem. De akkor is, mondja már el valaki, hogy amikor ugye az ügynökség remek terve az volt, hogy összeházasodik a Rendel a csajjal. Honnan a nyavajából tudták, hogy ott az esküvőn fog megjelenni a Sonic? Tehát, hogy reménykedtek benne, hogy feltűnik. Igen, feladatom van az ön száma. Igen, érj el, hogy beleszedessen magába egy nő, házasodjon vele össze 6 hónapon belül, és reménykedünk, hogy az esküvőn ott lesz Sonic. Értettem ezt a teljesen logikus feladatot. Köszönöm. Hát ezért ilyen bugyuta kis történet az egész. Nyilván most persze ez egy mese, nem lehet ezen fölragadni, de ez annyira nekem, annyira idi. És az egyik ok, hogy abszolút szerintem nem is illett bele, meg nem értettem a logikát, de jó, ne keressek logikát, de akkor legalább ne lett volna ennyire pottul idegesítő. Tehát, hogy fú. Igen. Nekem mondjuk hozzáteszem, viszont a Knuckles az rohadt jól bejött, magyar szinkronnal is, de Idris Elbaként is nagyon meghallgattam volna, de a magyar szinkron is nagyon tetszett. Nekem az nagyon tetszett, főleg amikor ott tökölködött Sonica, tényleg ez a gyorsan akartam mondani, hogy én is már veleszhessek a neked nem jutott róla eszedbe a Drax! Oh, tényleg, pedig imádom azt a karaktert is. Nem jutott neked róla eszedbe a Drax? Kicsit olyan. Meg egymás kezét, és már törte is. Kicsit hát, olyan, ezt kezem, tudom. Az enyémnek nincs baja, de szakadtam. Ha már így a magyar szinkront hoztad, én nem tudom, hogy milyen lehetett mondjuk az eredeti szinkronba, de hogy engem egy idő után iszonyatosan ingereltek és idegesítettek ezek a baromi sok poén, szófordulat poénok, tehát Jim Carrey-től, amik jöttek, azok egyszerűen már itt nagyon kínosak voltak. Azok nagyon rosszak volt. Tehát, hogy egyébként őt nem értem, neki szerintem valami komoly személyiségzavar van. Én mondtam, hogy őt imádom. Én szerintem ez csak nálunk lehettek benne ezek a romhányis poénok, mint amin mondjuk Freddy és Bénibe viccesnek tűntek azok itt. Nagyon én nem. Én azt mindig utáltam. Nem egyébként, hogy hívják, tehát, hogy voltak neki szerintem zseniális jelenetei, és egyszer csak hirtelen megint nyomtam fullba a kretént. De aztán megijöttek a zseniális jelenetei, hozzáteszem, szerintem ebből volt több, bár én itt azért nem akarom nagyon értékelni, mert iszonyatosan elfogult vagyok vele kapcsolatban, úgyhogy nyilván de jó nem is színi. Volt, meg ez a karakter is szerintem jól állt neki, tehát hogy teljesen jól el lehetett szórakozni Jim Carrey-vel, szerintem iszonyatosan vicces, meg jó pofa, meg kedves lehet, hogy volt, tényleg egyébként csak a magyar szinkron szó viccek miatt gondoltam, hogy voltak igen. Ezek, tehát hogy ebben mondjuk igazad lehet. Igen, valószínűleg ezek a szóvicek voltak azok, akik nálad is túl sokvá voltak, de ettől függetlenül a Jim Carrey jó volt. Én nekem mondom, egy kicsikét az volt a problémám, hogy túlságosan nagyra csinálták, vagy túlságosan is sokat akartak belerakni ebbe a filmbe, és nekem ezek az új karakterek, jó, Knuckles annyira nem volt rossz, Tails viszont itt egy baromira idegesített, hogy miért ennyire van odáig a Sonickal. Nagyon nem értettem, hogy a baglyok akkor ezekkel a tarajos sínökkel, akkor mégis miért harcoltak, és akkor most miért lett vége ennek a harcnak, és akkor most mi meghalt, a problémájuk. Meghalt a két csapat. Igen. Hát ezért lett vége, ezért lett vége. De ezért mondom, hogy most akkor kihalt a két csapat, oké, de miért is, vagy hogyan? Tehát, hogy ez megölték egy ilyen, egymást. Ez az egy utolsó ilyen, kettő leszúrta egymást. Igen, ez egy ilyen ott hagyott dolog, hogy igen, ennyit mondtunk róla, fogadd el, nincs ilyen több info. Ez kb. Igen, olyan, mint az én esküvős kritizálásom, hogy igen, hogy erre az lenne a válasz. De hát ez egy mese, egyébként engem is érdekelt volna. Igen, volt egy-két igen. Történetszál, amit sokkal szívesebben megnéztem volna, mint a
idegesítő esküvő jelenetet. Tehát, hogy például egy visszaemlékezésben, hogy a Knuckles elmeséli, hogy mi történt tényleg a baglyok meg a talajossúlyok között. Istenem, de hülyén hangzik ez a mondat. Igen. De hogy ezt sokkal szívesebben megnéztem volna, mint a Rachel Ender Forever-t. Tehát, hogy igen. Úgyhogy vannak ilyen problémáim a filmmel, de viszont ettől függetlenül tök jól tudtam szórakozni rajta, tényleg nem volt egy rossz. Ugyanúgy, mint az első rész, nekem az egy kicsiket jobban bejött, és nem is tudom, hogy 6-os vagy 7-est adtam rá. Erre inkább olyan 6-os tudnék adni, és mondom, tök jól el tudtam lenni rajta, és vicces volt, jó pofa volt, egy csomószor elmosolyodtam, de egy csomószor meg kínosan éreztem magamat, úgyhogy ilyen felemás az egész. Egyébként azt azért nem szabad kihagyni, mert hát nyilván nem találtak kettő talajossült és egy kétfalkú lókát, ugye a CGI. Szerintem megint jól megcsinálták. Tehát, hogy ugye a nem múlt, volt rossz, szerintem sem. Sőt, kifejezetten jó. Tehát Knuckles is jól nézett ki, mondjuk. És én ezért szeretem egyébként az első, vagy szerettem nagyon az első Sonicot. Ilyet, nem ezért, hanem hogy ez nagyon tetszett benne, hogy rajongók kiakadtak, de nem hiszti módon, tehát nem valami hülyesége, hogy mit tudom én, valami piszis hülyesége, hanem tényleg egy olyan, hogy ocsmány ez a grafika, és megváltoztatták rajongói nyomásra, tehát nekem az nagyon szimpatikus volt, és szerintem itt is hozták azt a szintet, mint az egybe. Hát ugye, jó, mondjuk a Knucklesnél nem volt probléma, mert eléggé hasonlított a Sonicra, de a tiéd se volt, szerintem gáz. Ami hülye jelenetekről akartam még beszélni, meg amit itt így még elmondani, hogy mennyire nem láttam néhány jelenetnek az értelmét, meg hogy mennyire hülyén volt megcsinálva, és hogy arról beszélünk egy pár percet, tehát hogy magyarázd el nekem ezt a táncpárbajos dolgot, hogy ezt miért kellett belerakni, meg hogy az egyáltalán ott úgy... Azt helyett megnéztem volna, lenni, hogy a talajos sűrök csatába indulnak. Igen, csak ez, ugye tudod, minden második mondanak ezt, hogy szerintem. hát ezt helyett ezt nézem, az olyan nagyon gagyi volt. Ez egy ilyen, nagyon... szerintem egy divat hullámra akartak fölülni, hogy ez régen menő volt, most is az. Csak gagyi volt. Mint az állat, mocskos mód gagyi volt. Bár és nagyon sok ilyen jelent volt. A ruszki táncot néztem volna még tovább, azt tetszett. A ruszki táncot. Aztán berakták, meg az ott a zene is tetszett, aztán sajnos a Sonic elővette a telefonját. Igen, úgyhogy voltak vele problémák. Sokkal jobb volt szerintem az első rész, amit egyébként még mindig meg tudok nézni. Ebből szerintem nem lesz akkor a klasszikus, meg nem tudom, hogy lesz a harmadik rész. Ugye stáblistás jelent után érdemes maradni, hiszen... Ja, na, az, várjál, az mekkora volt, hogy ugye, Benny, lesz stáblista után jelent? Igen. Aztán mondtam, amikor emlékszem, mondtam neked, hogy komolyan ebből a Sonicból már megvan az egész csapat, már csak a Shadow hiányzik. Benny, igen. Ki? Stáblista után Project Shadow. Igen. Figyelnek rám! Ez kurva nagy volt. Úgyhogy jó, hogy ott voltál, mert így elhihetett, hogy tényleg így történt. Így van. És akkor hányast adtál rá? Én nálam is egy 6-os, én az előzőre, ha jól emlékszem, 7-est adtam. Mondom, ezt is élveztem, de nekem sok volt az idegesítő mellékszál, meg sok volt ez az idegesítő karakter. Ettől függetlenül jól szórakoztam, és próbáltam a Rachel, Randall, 4 Eve, ugye Forever, ettől el vonatkoztatni, úgyhogy mondom, én el voltam. Na, és akkor beszéljünk a héten az utolsó filmünkről, amit Vivivel ketten láttunk. Ja, igen. Egy robbanást akartam, egy robbanást akartam. Ehelyett léci vákjálva egy igazi robbanást. Mindenképpen. Michael Bay aktuális filmje, a Rohanmentő, amiről egyébként... Boom! Hosszú lesz így az adás. Próbálok autentikus lenni. Egyébként egész jól csinálod. Köszönöm szépen, Vivi, azért a dicséretnek. Tudtad te egyébként, hogy ez egy feldolgozás? Tehát, hogy most már tudom, mert hogy olvastam ugye róla, én és, totál de addig nem tudtam. Totál meglepődtem ezen az egészen. Nyilván a film megint tele van robbanással, hülye kamera jelenetekkel, megcsillanó zászlóval, meg hasonló dolgokkal, iszonytatóan. Nagy mellű csajok. Hát az annyira nem. Nem Michael. De így az amerikai életérzést azt így megint próbálja teljesen kimaxolni a Michael Bay, ezúttal Jake Gyllenhaal és Yahya Abdul-Mateh, azok, akik a két főszereplő, és hát lényegében egy valós sikerült bankrablást követhetünk nyomon, aminek a végén két bankrabló elköt egy rohammentőt, amiben egy lelőtt rendőrt vinnének éppen kórházba. Ez a két rablóról tudjuk, hogy ők testvérek, az egyik azért van csak bent ebbe a bankrablásba, hogy a feleségének, a súlyos beteg, az orvosi számláit tudja kifizetni. Innen indul a történet.
nagyon Michael Bay-es, hogyha láttál már egy Michael Bay filmet, akkor szerintem igazából nagyjából össze tudod rakni, hogy mik azok, amik benne vannak ebbe a filmbe, vegyesek az érzéseim ezekkel a filmekkel kapcsolatban. Megint csak azt tudom elmondani, hogy valami vérprofi, hogy az akciójeleneteket össze tudja rakni Michael Bay, és tényleg ebbe valami iszonyatosan jó. Karaktereket szerintem továbbra sem tud írni, és továbbra sem érti ezeket a karaktereket. De szerinted akar egyáltalán? Én néztem ezt a filmet, szerintem ez egy olyan, hogy egy ilyen beton egyszerű történet, tehát hogy arról nem is érdemes, igen, de ezt ennél is többet tudja beszélni, tolni. És nincsen nulla karakterépítés van, és hogy szerintem ő neki ez így rendben van, tehát hogy mármint ennél a filmnél tuti, hogy nem is akart többet, mert én nem éreztem egy pillanatig se, hogy itt akarna többet. Ja, abszolút, tényleg, teljesen, tehát ő teljesen megelégszik azzal, hogy ezeket a fura kameraállásokba meg tud csinálni még furább jeleneteket, és neki ez tök jó. Nem tudom, nekem ez a film nagyon túl lett tolva, tehát hogy... Ja, hát abszolút, én nem vitatkozok veled. Én azt gondolom egyébként, hogy egy kicsit vissza is akarok csatolni, hogy szerintem ez semmivel se rosszabb, mint egy Halálos iramban film. Csak az lesz a kérdésem, hogy akik mondjuk Halálos iramban rajongók, azok felfogják-e ezt, hogy ez körülbelül szerintem semmivel se rosszabb. Én azért ezzel vitatkoznék, tehát hogy szerintem jobb, mint egy Halálos iramban film. Azért azt mindenképpen a számlájára tudom írni, hogy nincsenek benne olyan baromságok, hogy mit tudom én, fölmenekülnek akkor a holdra a rendőrök elől. Mert nem rosszabb. Jó, ebben egyetértek, nem rosszabb tényleg. Igen, de az ne legyen egy szint, hogy nyilván, nem rosszabb valami. De hogy emellett vagyok kíváncsi a fogadtatására, mert hogy azért néhány ember úgy tud sápítozni, mintha a világ legjobb filmje lenne, és azok meg képesek aztán egy ilyennel nagyon kritikusak lenni, szerintem annyira nem kell. Én kicsit azt éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon maszkulin film akar lenni, hogy tényleg csak ez az autók, száguldás, robbanás, és nekem ez volt egyébként a negatívuma, hogy szerintem fullba tolta, és hogy jobban van súlya egy-egy gyors vagy akció jelenetnek, ha van köztük egy kicsike szünet, vagy egy kis lassítás, ha nem is kell szünet, csak egy kicsit lassítsunk, mert hogy végig olyan volt ez a film nekem, mint egy ilyen gyors vonat, hogy csak kapkodom a fejemet, hogy mi történik, és ezt úgy értsétek, hogy szerintem az ilyen zárt terekbe is, tehát hogy ott vagy egy mentőautó belsejébe, és ott is olyan vágások vannak, rángatják a kamerát. Hogy így tényleg azért egy ilyen, majdhogy nem, egy ilyen kezdődő fejfájásra is jegyet veszel, ha erre bemész a moziba, legalábbis én, és nekem ez azért egy ilyen negatívuma volt, mind a mellett, hogy ugyanezt vártam a filmtől, csak azért egy picit kéne csak visszavenni, és akkor szerintem egyel fogyaszthatóbb lenne, akár így vizuális befogadás tekintetében is, de hát... Az a problémám ezzel a filmmel leginkább, hogy egyszerűen olyan szinten nem tudnak vagy érdekelni, vagy szimpátiát kiváltani a karakterek, hogy az valami hihetetlen. Tehát ott a Szemtől szembe, ami szerintem minden idők legjobb thrillere, meg ilyen zsaru filmje, és abban hiába egy hidegvérű gyilkos a Robert De Niro, egyszerűen tudsz érte aggódni, meg valamilyen módon tudsz vele szimpatizálni, mert egyébként van benne karakterépítés, megmutatják egyébként az ő karakterének az árnyoldalait, bemutatják azt, hogy hogyan csajozik, vagy milyen a viszony a testvérével, STB-STB, tehát hogy egy élő lélegző embert az, amit itt így lefestenek. A rendőrökért tudsz aggódni, az Al Pacinoért tudsz aggódni, mert egyébként őnek is egy olyan karakter tudtak írni. Itt a rendőrök valahogy baromira nem tudnak érdekelni, tehát hogy amikor meghal a filmben az egyik főrendőr, most hirtelen nagyon akartam mondani a nevét, Volt neve? igen. A kutyájának volt, ő Nitro. Nitro, igen. Aki remélem túlélte. Na, például őt, amikor itt így kinyírják, hát körülbelül így egy másodpercig nem tudott érdekelni, vagy ott van az elrabolt rendőrnek a fekete társa, aki megint csak azt mondom, hogy olyan egyáltalán semmilyen karakter nem volt, ő se tudott itt így lekötni, de a Jake Gyllenhaalnak, meg a Yahab Dulmatin karakter. Szerintem a mentős csaj sem, igen. Aki a jó
karakter lenne a mentőautóba, és az elején ő is olyan unszimpatikus, mint az állat, szerintem. Szóval nem tudták egyébként ezeket szimpatikussá megérni, vagy ott van a Abdulmatim, akinél valamilyen módon vele szimpatizálnod kellene, mert hogy ő csak belekerült ebbe a dologba, és ő csak jót akar, de valahogy vele sem érzel ezt, és vele is úgy vagy, hogy jó, hát egy másodpercig sem szimpatikus a csávó, mégiscsak itt így hidegvérrel lelőtt egy rendőrt, mégiscsak egyébként gond nélkül 2 perc győzködés után belement abba, hogy fegyvert fogjon emberekre, és kiraboljon egy bankot, és mellette meg nem árnyalják a karaktert annyira, hogy azt tud mondani, hogy na jó, ez valamilyen módon akkor megpróbálom, hogy szimpatikussá tegyem ezt a karaktert. Nem működött egyszerűen az a probléma ez az egész. Tehát karakterek szintjén iszonyatosan nem működött. Tehát Jake Gyllenhaalt is szerintem teljesen félreértek a szerepét. Ugye még az FBI-nak meg mindenki is elmondja, hogy hát ő, az ő karaktere Danny az, aki nem akar bántani senkit, vérprofi, de ezeket a dolgokat ő mindig így is kezeli, és hogy nem ölne meg mást, úgyhogy hagyjuk, és a végén meg egyébként ott úgy simán fejbe lőni a mentős csajt. A testvére meg, aki egyébként itt így nagyon szereti őt, meg ilyen testvéri kapcsolat, meg minden, simán hátba lövi. Tehát, hogy annyira nem működnek a karakterek, és annyira irreális döntéseket hoznak, és annyira nem élő, lélegző emberek ezek, akik a filmben benne vannak, hogy az valami félelmetes. Hát abszolút nem, de nem is ők a film főszereplői, hanem a mentőautó, meg a rendőrautók, meg a helikopterek, meg az ilyen technikai kütyük szerintem. És ezt nem mondom, hogy ez nincs így, vagy hogy ez így van jól, csak hát, hogy... Nem, abszolút, csak ezzel meg megint az a problémám, hogy ez is nem egy ilyen élő, lélegző dolog. Tehát, hogyha kiderülne az, és azért elég gyorsan kiderül, hogy egy mentőautót elrabolt 2 bűnöző, és ők egyébként éppen száguldoznak át Los Angelesen, hát mekkora tömeg lenne folyamatosan a hidakon, az utak mellett, és nézni azt, hogy mi történik, mindenki erre függne rá. Itt meg olyan, mint hogyha egy ilyen kiragadott világban lenne ez a dolog, és így kevés senkit nem érdekelne valahogy. Szerintem sokszor most nem azt mondom, hogy nem kell keresni, mert kell keresni, de ennél a filmnél nem érdemes, meg az ilyen, egy csomó ilyen autós üldözés filmnél egyszerűen nem érdemes keresni, mert tovább se kell gondolkodnod, mint hogy ennyi idő alatt az üzemanyag is kifogyott volna, meg az akármi meg szóval. Ilyenekbe, ha belegondolsz, tényleg egy tömve van hibákkal. Szerintem még akár vágási hibák is voltak az akció jeleneteknél, hogy úgy vannak összevágva, hogy nem feltétlenül jött össze, hogy most éppen melyik ajtaján lóg ki a szereplő az autónak. Tehát jaj, az tényleg, ilyen... rengeteg olyan van, amikor itt így lóg ki a Jake Gyllenhaal lő éppen mondjuk a hátsó ajtón, következő jelenben meg ott ültök nyugodtan. Igen, szóval, hogy van? Ilyenekkel így tömve van, és így nem tudom, nekem ez egy ilyen autós pornó robbanás orgiákkal körülbelül. Mennyi olyan jelenet van benne, amit csak azért raktak bele, hogy mutassunk egy ilyen kameraállást, ami iszonyatosan menő. Tehát, hogy láttam az így készült videóját ennek a filmnek, hogy fú, hát most mi olyasmit csináltunk, hogy egy drónra raktunk föl kamerát, és a drónnal követtük az aktuális ízét. És vannak benne azok a jelenetek, ahol egy drón fölmegy a felhőkarcoló tetejére, és akkor perspektívát vált, és lefelé hirtelen elkezd a drón zuhanni, és ezt belerakták vagy 4-szer, hogy ezt elmondhassuk, hogy látod, milyen menőmelen jelentet vettünk föl, hát ezt drónnal csináltuk, csak éppen semmi szerepe nem volt ennek az egésznek, tehát hogy egy ilyen kitöltő hülyeség, ami csak azért rakták bele, hogy Michael Bay valószínűleg otthon recskázhasson, hogy mennyire menő volt, hogy ezt itt így fölvette. Igen, csak ez is fura, hogy múltkor azt hiszem valami olyasmit nyilatkozott le, hogy hát azért érzi ő is, hogy a Transformers túltolta, és akkor még mindig nem áll le. Nem. Szerintem kár saját magadat így bekategorizálni, de hát ezt biztos, hogy jobban tudja nálam, hogy hogy kell. Egyébként, hogy én valami jót is mondjak, engem amúgy bár mindenben egyetértek, tehát hogy a karakterekről, amit elmondtál, de mégis Jake Gyllenhaal, úgyhogy ő neki azért így voltak olyan beszólásai, amin így jókat mulattam, de én megmondom őszintén, hogy tényleg abszolút úgy tudtam erre a filmre beülni, hogy nagyon elengedtem mindenféle realitást vagy logikát, mert valahogy én azt éreztem, hogy itt ezt nem kell keresni. Amúgy neked nem volt olyan érzésed, mint nekem nagyon jött ez, mint mikor így igazából is hallok egy-egy ilyen elborult amerikai autós üldözést, és ott is egy csomószor bennem felmerül az, hogy ez a hülye mégis mit gondolt? Tehát, hogy így el fogok hajtani a helikopterekkel, és így a film felétől, 3/4-től, mert amúgy szerintem túl húzták ezt az egészet. Nagyon. Szóval, hogy ott már itt is ez kezdett bennem megfogalmazódni, hogy aj, mégis mit gondolunk? Tehát, hogy már a
a kezdetnél tudod, hogy mi lesz a vég, és ahhoz túl sok ez a játékidő szerintem, mivel egyszerűen elkerülhetetlen a filmnek a végkifejlete, és nem hiszem, hogy bárkit is meglepetésként fog érni. Tehát mikor tényleg számtalan helikopter, csúcs technológia, az egész rendőrség, az FBI, mindenki egy darab bentő autót üldöz, nincs az az Isten, hogy ezt megusszák, és ezt tudod már a film első 20 percében, de még lehet, hogy azelőtt is, hogy beülnél rá a moziba, de szerintem, meg... szóval... Legalább... Egy elkerülhetetlen vég felé mentünk végig. Én azt nem értem, hogy mi volt a rablóknak a terve. Tehát, hogy a legtöbb ilyen rablós filmnél legalább a rablók figyelnek arra, hogy amikor bemennek a bankba, akkor legyen rajtuk valami maszk, vagy valamilyen módon elváltoztassák a fejüket, meg a izéjüket, hogy ne kb. 30 másodpercen belül derüljön ki, hogy kik ők. Tehát, hogy itt mi volt a terv? Tehát bemennek teljesen átlagos ruhába, és itt így kirabolják a bankot, és körülbelül tényleg kiérnek a rendőrök, és már mondják, hogy aha, igen, a Jake Gyllenhaal hol volt az, igen, megvan. Tehát, hogy mi volt a terv? Hogy fog ő innen meg? Tehát tényleg itt nem látom semmi. Azt, hogy bármilyen terv lett volna ebbe az egészbe. Rengeteg helyen ellentmond magának ilyen szinten is nyilván a film, mert hogy én először azt gondoltam, hogy oké, Jake Gyllenhaal bűnöző, de ilyen nem is az, hogy szerethető. Stílű. Nem is az, hanem hát az nyilván az volt. De hogy inkább az, hogy én ott lepődtem meg, mikor kiderült, hogy ilyen mitől mekkora FBI körözés van rá. És ő meg ilyen több vígan éldegélt így a kis kecójával, meg mitől, és hogyha meg ekkora nemzetközi bűnöző, akkor nem hiszem, hogy a profizmusában nyilván belefért volna, hogy ennyire bén a csapatot szerezzen magam elé. Tehát ezért mondom, hogy minél jobban belenézem, annál több ilyen logikai bakit fogsz találni, mert tömve van és lehet bent találni. Én csak azt mondom, hogy... Igen, csak tudod, erre van mindig az, amikor azt mondják, hogy csak kapcsold ki az agyadat, és élvezd. Én azt nem mondom. Ezt nem lehet így nézni, mert egyszerűen annyi logikai hülyeség van ebbe az egész filmbe, hogy nem lehet. Én sem mondom, hogy lehet úgy nézni, csak azt mondom, hogy ettől függetlenül biztos, hogy van, akit kielégítesz, hogy mennyi robbanás. A 20. másodpercben az volt az elképzelésem, amikor elkezdtek menekülni ezzel a mentővel, hogy tudod, kiszokták rakni az autópályára, amikor menekülnek ilyen autóval ezt a szöges cuccot, amiben, hogyha belehajt a kocsi, akkor kidurran a kerék. Tehát, hogy bármelyik pillanatban ezt itt kirakhatták volna, és körülbelül 30 métert ment volna az a mentő, és nem tud mit csinálni. Nem értem, mi volt itt a terv a rendőrök részéről is, tehát, hogy ez így mindegy, tényleg borzasztó volt az egész, úgyhogy szót sem érdekel, én még a 4-esen is gondolkodtam, de azt meg megint csak meg kell adni, hogy látványos, tök jók az akció jelenetek, jól is van néha fényképezve, amikor nem önrecskázásra használják ezeket a dolgokat. Tehát ezek a Michael Bay dolgok, amik Michael Baynél jók, ezek megvannak. Csak kéne fölvenni neki egy másik rendezőt, aki mondjuk a karakterekkel foglalkozik, vagy jobban egy kicsikét ő rájuk koncentrál, és ő csak ezekkel a dolgokkal el van, hogy az akciójeleneteket megrendezze. A párbeszédek azok csak ordibálások, tehát, hogy még az se lassítja a tempót. Úgyhogy nekem egy ötös. Ja, én is azt adtam. Ez a film. Úgyhogy ennyiek voltunk erre a hétre. Jövő héten varázsolunk, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, és mozizatok sokat. Yay! Sziasztok! Hello!